túl az óperencián megáll a vén idő. Székely népmese. A székely asszony. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazda ember, s annak egy szép, ügyibe való felesége, de mégsem éltek jól, mert az asszony örökké veszekedett az urával. Mondja egyszer az asszony, hallja ekend, már rég nem láttam a szüleimet, mert vigyen el hozzájuk. Én jó szívvel, csak békesség legyen a háznál. Befogott, s mentek. Egyszer csak megszólal az asszony. Nézze csak, Kend, milyen nagy szalmakazal van abban a csűrös kertben. Nem szalma az feleség, hanem széna. Ab bizony, szalma, de mondom, hogy széna. Szóból szó kerekedik, összevesznek tudarul. Az asszony sír, hogy neki soha sincs igaza, s hirtelen pofon üti az urát. Hajba kapnak. Így érkeztek meg nagy veszekedés közt az asszony szüleihez. Kérdik az öregek, hogy vagytok, mint vagytok. De az asszonynak szavát se lehetett venni. Betegnek tettette magát, s lefeküdt az ágyba. Oda megy hozzá az ura, föléje hajlik, s mondja néki. Feleség, ne bolondozz, kelj föl, mert igazán szégyen s gyalázat a te dolgod. Mondja hát, szalma, de nem mondhatom, ha széna. Noha nem mondod, meg is halok. Csak ugyan be is hunyta a szemét. Költik, szólítgatják, nem moccam. Noha meghalt, el is kell temetni. Koporsóba fektetik. Oda megy hozzá az ura, föléje hajlik, s mondja néki csöndesen. Feleség, ne bolondozz, kelj föl, mert rád szegezik a koporsó fedelét. Mondja tehát, szalma! De nem mondhatom, ha széna, szalma. No bizony, ha szalma, ki is vitték a temetőbe? Ha nem, mikor már temetni kezdték, erősen meggondolkozott az asszony. Haragudott magára, hogy olyan bolond tudott lenni. Ó, inkább az ördög vitt volna el, kesergett. Hát, ahogy ezt kimondja, mit látnak szemei? Ott áll előtte az eleven ördög. Hívtál, itt vagyok. Ülj fel a nyakamba, viszlek. Fölül az asszony az ördög nyakába, az kiugrik a gödörből, s mondja. Na most már szállj le. Én nem. Pattogott az asszony, s jól megsarkantyúzta szegény ördögöt, az pedig eszen nélkül szaladott árkon bokron által, mintha szemét vették volna. Még nem, szembe jött velük egy huszár. Könyörögni kezd neki az ördög. Az Isten áldja meg, vitéz uram, szabadítson meg ettől az asszonytól, s úrrá teszem, mondja a huszár az asszonynak szép szóval, hogy így meg úgy szálljon le lelkem, ne kergesse halálba azt a szegény ördögöt. De az asszony csak fejét rázta. Én nem. Nem-e? Na majd leszállítalak, ilyen-olyan teremtette. S kardot rántott, hogy levágja. De már erre megijedt az asszony, leszökött az ördög nyakából, s meg sem állott, míg haza nem szaladott az urához. A szegény ördög meg haláláig szolgálhatott a huszárnak, mert ha csak húzódozni mert, a huszár megfenyegette. Indulj, kamám, mert hívom a székely menyecskét!